Sziasztok, ez itt a Pont Software-től a The Bare Essentials című játék, ami 2016-ban készült, tehát még ez évben a C64-es platformra, ahogy látható. Ez a játék bizonyítja igazából azt más játékok mellett, hogy a 64-es nem egy halott platform, csak éppen piacilag irreleváns, és ez egy jelentős különbség szerintem. Amint egy platformnak sikerül lerázni magáról a piaci érdekeltségek által vezérelt kiadóknak az elvárásait igazából. Onnantól kezdve megjelennek, ha szerencséje van a platformnak, megjelennek ugye ezek a szabad művészek, akik minden áron szeretnének még egy bőrt lehúzni a platformról, és szeretnének valamiféle jelentőség teljesebb munkát végezni rajta, kihasználva a platformnak a limitációit ugyanúgy, mint a rejtett lehetőségeit igazából. Ahogy egyébként látszik ez a bevezető animáción. Szimplának tűnik, de nagyon ritka volt azért a C64-es játékoknál az, hogy van egy rendes bevezető. Ezt így hirtelen rövidre fogtam ezt a bevezetőt, mert egy kicsit spoileres, ugye, hogyha folytatom. Szóval szeretném, hogyha nekem nem sikerül ugye, az egész játékot felfedezni, ami valószínű, akkor ezt inkább az érdeklődőkre bíznám. Szóval nem mutatok meg ugye különböző ilyen demo pályarészeket ebből azokból kifolyólag. Nem is igazán tudom, hogy egyébként ez a képernyőn mit kell csinálni ezzel a három jegyű kóddal. És igazából nem is számít, mivel hogy 0-0-0-val is el lehet kezdeni tök elején igazából a játéknak. Szóval, ezt hagyjuk. A játék hangulatilag egy kicsit egy, nem is tudom, egy gyerekképes könyvre hasonlít, de ebben a kis játékos, rímes felvezetőben azért közli a játék azt, hogy mit kell csinálnunk, ugye össze kell szednünk 326 almát. És rögtön már az első kezdő képernyőn vagyunk. Ugye haza akarnánk menni, de az asszony visszaküld minket. Visszaküld almáért, nekünk pedig engedelmeskednünk kell. Ugye, mert ilyenek a mi házastársi kötöttségeink. A játéknak az irányítása marha egyszerű igazából, csak annyi, hogy az ember jobbra-balra megy, illetve ugrál. És gyakorlatilag azzal, hogy kimérjük az ugrásainkat, azzal kell egy kicsit stratégiázva összeszedegetni a pályákon található almákat. Egyébként nem kell teljesíteni egy pályát ahhoz, hogy átmehessünk a következőhöz. Sőt, van egy olyan sejtésem, hogy egy úgymond képernyőnek a teljesítése az néha úgy lehetséges, hogyha mondjuk körbe megyünk több másik képernyőn keresztül. De az első képernyőket azt még így simán meg lehet csinálni egyszerűen. Egy kicsit vigyázni kell egyébként ez az ugrálgatással, és azért mondom, hogy egy kicsit ugye stratégiát kell alkalmazni, mert sokszor például akkor, amikor megpróbáljuk kikerülni ezeket az akadályokat, ezeket az ellenfeleket, akkor nagyon jól kell kalkulálnunk, mert véletlenül beleeshetünk egy ellenfélbe, szóval ezt mindenféleképpen el kell kerülni. Itt például ezt a madarat kell megvárnunk türelmesen, igazából az nagyon fontos dolog, hogy türelmesen ki kell várnunk néhány ellenfelet, hogy biztonságosan el tudjunk ugorni felette, vagy mozdulni mellette. Szóval ezt ki kell várnunk, amíg ő szépen leesik. Vagy éppen fölfelé száll, és akkor lehet elkapni igazából az almánkat. Itt megnézem, hogy milyen magasságba tudok elugrani. Ugye nem fogom érinteni
az ellenfél sprite-et, igazából ezt akarom elérni. Az a légy, az egy veszélyes dolog, meg ez a béka is. De természetesen az összes ilyen ellenfél az mindegy érintős, nincsen semmiféle, láthatóan nincsen semmiféle életcsíkunk vagy ilyesmi, szóval a játék nem toleráns igazából a hibákkal szemben. És úgy kell gazdálkodnunk, hogy 5 élettel, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 5-ször élhetünk hozzá ellenfélhez, és onnantól kezdve nincs kegyelem, game over van. Ez egy nagyon rossz ugrás volt. Akkor szépen azt meg kell várni. És most megpróbál átugrál, azaz. Lehet, hogy az előző alkalommal is sikerült volna, csak egy kicsit betoltam. Ó! Oh. Clyde Ratliff a Creatures-ból. A pályának is az a neve. Egyébként érdekes módon itt is, mint néhány Tan Dizzy, vagy Monty Mall, igen, Monty Mall játékban itt is a képernyőknek saját nevük van igazából. Hasonlítanak egy pár klasszikus 64-es játékra ettől. Szépen türelmesen megvárjuk, amíg össze tudjuk szedni az almánkat. Oda lent, igen. Jó, itt nem tudunk oda felugrani, viszont ezt meg kell várnunk, amíg elmegy. Így. Mint mondtam, türelmesnek kell lenni ezzel a játékkal. Igen. És most talán el kellene jutnunk a másik oldalra. Hát itt nem lesz semmi. Akkor lehet, hogy itt kell... Igen. Itt még vannak almák. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fogok átjutni más pályarészekre. Mert ugye azért nem mutattam meg a bevezetőnek a végét, mert... az megmutat egy pár más környezetet igazából, más fajta pályát, ami esztétikailag máshogy néz ki. És ezt ugye a spoiler veszély miatt el akartam kerülni. De kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan jutok át egyéb pályákból, mert igazából nem volt még szerencsém egyik hez sem. Szóval igazából ennek a videónak az egyik elsődleges célja, aminek nagyon örülnék, hogyha megtörténne, az, hogy eljussak egy másfajta pályarészbe. Ahhoz viszont szépen, türelmesen és nem kapkodva. Mennem. És gyűjtenem kell az almákat. Úgy tűnik, egyébként kaptam még egy életet, ami talán azt jelenti, hogy 20 alvánként kapok egy plusz életet. Érdemes úgy ökörködni, hogy csak ennyinként kapok. Érdemes megfigyelni az ellen mozgását, mert nem törvényszerűen mozog két ugye nyilvánvaló akadály között, például mondjuk a fának a széle és az ágnak a legszéle között. Hanem mindegyiknek egyedi a beállítása és egyedi a sebessége is, arra is ügyelni kell, hogy
számolni kell azzal ugrás közben, hogyha óvatosan akarjuk megközelíteni. Úgy tűnik nagyon nem lesz probléma az, hogyha túl nagyot esünk, elég sok ilyen platform típusú játékban van az, hogy ha nagyot esünk, akkor abba bele is halunk. Az most úgy tűnik, hogy itt nem probléma. Bár esettem volna nagyobbat is a demonstráció kedvéért. Azt hiszem vissza kell mennem. Jaj! Az ott egy nyelvveszély volt. Egy elég komoly nyelvveszély. Na és most hova kell mennünk? Valószínűleg felső bal oldal talán. Igen. Jó. Na, ezért kell tudni időzíteni. Ezért kell mindenféleképpen óvatosnak lenni és tudni időzíteni, mert... ilyen problémáink adódhatnak, hogy nem tudjuk rendesen kiszámolni azt, hogy hogyan kell ugrani. Most fogok meghűlni? Most kezdem elcseszni a játékot. Jajjaj. Egy... kicsit jobban kell figyelni. Mindenféleképpen szeretném elérni a... valamelyik... más... környezetet. Akármi is legyen az. Megint hamar ugrottam. Az a szerencsém, hogy ez egy viszonylag gyorsabb kis szivacskajló. Nem tudom egyébként micsoda ez. Aranyosak egyébként a karakterek, nagyon szeretem ezeket a kis kicsit nem is tudom creatures-re hajazó holmikat. Ugyanazok a kicsit rajzfilmes szemek találhatóak itt. Új! Azt el kell kapni, és nem sikerült. Jaj, de kár. Oké, akkor nem próbálkozok azzal az oldallal. Mondjuk lehet, hogy össze kellene szedni az összeset. Nem tudom igazából, hogy összvisz hány alma található ebben a játékban. Szaladni kell. Az egy rossz ugrás volt. Nem tudom, hogy összesen hány almát lehet találni ebben a játékban. Ugye 300, valahogy már elfelejtettem a számot, hogy mennyi van összesen igazából, de úgy summa summarumban vajon az összes almát össze kell szedni az összes pályáról? Ugye ez a kérdés, vagy több alma van igazából, és elég csak a megfelelő mennyiségű almát. Mondjuk nekem eléggé specifikusnak tűnik az a 382 talán, vagy 380, nem tudom. Szám. Szóval úgy feltételezem, hogy igazából be kéne járni az egész játékot, de amilyen viszonylagosan nehéz ez a játék, nem azt mondom, hogy ez ultra nehéz, mert nem az, de ugye van némi nehézsége, ami szerintem megakadályoz abban, hogy valaha elérjem a maximális számot. Jaj! Franc, oké. Ezt a megközelítést ezt hagyjuk. Akkor így fogunk megközelíteni. Csak ez a madár nagyon lassú. Lassú és pont rosszkor fordul vissza. Hehehe.
Na, azt is szerintem ott hangja. Igen. Oké. Ó, hogy kapok egy folytatást. Szóval, hogyha eljutok egy ilyen helyre, akkor kapok egy lehetőséget arra, hogy folytassam erről a pontról a játékot. Ennek viszont van értelme. Ennek nagyon örülök, hogy ez van. Na, hol menjünk? Hogyha szerencsém van, akkor vissza tudok jönni, de hogyha nem, akkor nem. De végül is vissza tudok jönni, hogyha kiírja ide, hogy forest. Menjünk a dzsungelbe. Dzsungelbe, aztán nézzük, hogy vissza lehet-e jönni. Aha, vissza lehet jönni. És megnézzük a felhős pályát. Az meg így néz ki. Értem. Melyik a jobb? Melyik a jobb? Na. Jó van. Csinálják a dzsungelt szerintem. Itt már vannak mindenféle ilyen szúrós padlók. Egy kicsit nehezen lehet látni az ágakat. Egy kicsit összemosódnak a háttérnek a fáival. Lehet, hogy aztán egy kicsit... nem is tudom, egyszerűbbre kellett volna megcsinálni grafikailag. Ez nem tudom, hogy micsoda. Ez nagyon idegesít ez a padló rész, hogy ez miért ennyire különböző, de mindegy, annyira nem számít. Azért látom igazából a különbséget. Egyébként észre lehet venni, hogy maga a komodoros keret is meg van buherálva, úgyhogy a képernyő nagyobbnak tűnjön. Ami egy szép kis nüansz, ami hozzá van adva a játékhoz. Mindenféleképpen egy kicsit mélyebbnek tűnik, és úgy tűnik egy kicsit úgy van tervezve a játék, hogy ne lehessen. Oh! Ez hogyan? Azt hittem, hogy el fogok süllyedni valami zöld izében, de nem tudom, akkor most a képernyő beállításai milyenek, tényleg nem tudom, hogy miről van szó. De ez azért, ez bravúros, hogyha a programozó sikerült megoldani azt, hogy ki tudok ugrani a képernyőből, akkor zseniális. Szerintem. Tudom, kis dolgoknak tudok örülni. Nekem nagyon tetszik. Azt hittem, hogy el leszek takarva. Hogy lesz egy ilyen zöld sáv, ami alatt el leszek takarva, aztán mégse. Tetszik. Nagyon tetszik. Ezt lehet, hogy az előző pályáknál is észre kellett volna mondjuk vennem, de... Most, hogy észrevettem, most nagyon örülök neki. Hurrá! Na, oda hogyan fogok? Azt hiszem vissza kell mennem. Nem is tudom, hogy ez a fekete, ez egy padló. Remélem, hogy padló. Ne! Nem tudok átjutni. Lehet, hogy ez az a pont, ahol... Lehet, ez az a pont, ahol kerülnöm kéne. Fene se tudja. Nem, a padló az nem fekete. Jó, oké. Akkor lehet, hogy ott lezuhantam volna. Fura. Fura. Egy kicsit elveszettnek érzem magam, de biztos, hogy van valami logikája. Szerintem annál a fekete résznél leeshetek. Remélhetően, és nem halok meg. Akkor megyünk vissza. Backtracking. Gyerünk! Gyerünk, és... Igen. Franz! Hogyan sikerült ezt így becéloznom? Akkora hülye vagyok. Jaj! Na, ezt elcsesztem. De... Oho! Akkor Clyde-ot veszem fel, és... De nem tudom, mit keres itt Clyde Redcliffe. Mit keres itt? Gőzöm sincs. Szóval ő az élet, akkor nem almák után kapjuk az életet, hanem Clyde után. Jó van.
Azt megjegyeztem. És úgy tűnik, eséssel lehet eljutni addig a platformig, szóval ez gáz, ezt nem szeretjük. A kukac. Ja. A másodikra sikerült átugrani, de ez egy eléggé magas sprite és eléggé nehéz kikerülni akkor ezeket, hogyha ugye van egy határozott magasság, amiben el tudunk ugrani. És egy határozott távolság, és közben ez mozog, és még magas is. Ugye volt ilyen problémám nekem a... Hogy hívják a... Squishemmel, igen. A Squishemnél... nyavajogtam emiatt. De okkal. Ez még rosszabb, ez még gyors is. Oké. Akkor lefelé menetbe. Gyorsan átugrom. Nem. De tényleg ennyire hülye vagyok? Igen, ennyire hülye vagyok. Ó, elcsesztem hány életet ezzel. Ezért kár. Ezért nagyon nagy kár volt, és... Fura volt. De kihasználom azt az egy continue-t szerintem. Yes! És akkor most menjünk inkább a fejlős pálya részbe, mert az még nem idegesített eddig. És van még 5 életünk, és azt szépen, nyugodtan végig fogjuk vinni. Szépen lassan, nyugodtan. Nem fognak minket zavarni. Az idegeink tökéletes állapotban maradnak. Itt nincsenek odvak, amelyeken keresztül át kell közlekedni a két pálya között, úgy tűnik, hanem csak oldalt elbattyogva szépen át lehet jutni. Amivel egyáltalán nincs semmi bajom. Legalább az nem egy külön kihívás. Hígyni. Na, azt hogyan fogjuk kikerülni azt a majmot? Tűnés, majom. Lehet, hogy most kellett volna elugranom fölötte. Az adta, igen. 2 másodperc alatt, amit lent volt. Jaj! Nem, ez szar. Ez nagyon szar. Oké, akkor szerintem itt is talán fölötte kell még elugrándozni. Gyerünk, majom, tűnjél el onnan! Rengeteg türelemre van itt szükség. És toleranciára. Tolerancia, türelem. Türelem, tolerancia. Ki sem tudom mondani a szót rendesen. A fene. Gyerünk, addig én táncolok. Egy szaros almát szeretnék összeszedni. Még szerencsére, hogy nem időre megy. Sok játéknál ilyenkor, ilyen... Hát kétes igazából az irányítás. Nem akarok semmi rosszat mondani rá, de hát mégiscsak egyetlen egy botkormányom van. Csak így át tudok jönni? Ez nem egy túl nagy pályarész. Kaptam egy continue-t viszont, ami borzasztó, mert még tovább fogom játszani ezt a játékot. Ó, itt a köves pálya. Ez a videó tele lesz spoilerekkel. Itt
a béka most nem nyújtogatja a nyelvét, hanem idegesítően ugrál fölfelé, meg lefelé, és azt nem szeretjük. Erre a pontra kellene átugrani, igen. Igen, ezt is szépen összeszedtük. Gyerünk. Gyerünk még, menjünk az útból, légy szíves. Köszönöm. Nagyon tetszenek egyébként ezek a pályák, ahogy így ki vannak dolgozva. Nagyon szépen meg van csinálva. Mennyire hülye lennék? Lehet. Ajajajajaj. Van 3 életem, és talán egy darab continuum. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ja. Ennyire nem lehetek hülye. Hát alatta, oké. Egyetlen kiút van erről a pályarészről, szóval szépen ki fogom használni. Ó! És még egy... Még egy jóságos... A fene! Egyre többet fedezünk fel ebből a játékból. Ó, és még szét is omlik alattam a padló. Még ilyen is van. Jól van. Nem azt mondom, hogy kimondottan örülök neki. De minél több, úgymond, dolog van ebben a játékban, annál jobb az én felfogásom szerint. Viszont el kellene jutni arra a pontra, amikor ezeket az akadályokat szépen kikerüljük. Na, mit csináltam? Mit csinál? Hülye vagyok? El se szésztem, de rossz irányba. Miért kérdezem magamtól, hogy hülye vagyok-e, amikor tudom, hogy igen? Ilyen bakikat csak is kizárólag hülyeség produkálhat. Kicsit jobban örülnék, hogyha hangolhatóbb lenne az ugrás, de nem az. Száz almát összegyűjtöttem. Ez eddig egyéni rekord. Majdnem. Majdnem átugrottam, és talán van még egy kontinuum. Igen, jól van. Most már kihasználom. Menjünk a Rocky felé. Rocky az jó. Rocky az szép. Jézusom! Szaros méhecske. Nem direkt bénázok egyébként, nem... Nem a videókészítést tudom, hogyha... Felmerült volna. Csak egy fél óra alatt kijön belőlem az abszolút pancser. Azért nincsen... Vagy nem jellemző rám az, hogy türelmes vagyok a játékokkal, sajnos. Pedig ez egy olyan, ami igazából megadja a lehetőségeket arra, hogy tisztán végig lehessen vinni. Ami nekem nagyon tetszik. Ugye van lehetőség plusz élet összeszedésére, és van lehetőség különböző kontinyuknak az összeszedésére. És ez mindenféleképpen egy jó dolog. Csak hogyha béna a játékos, nem akarok oda menni, szarok rá. Ó! Na. És jól tettem, hogy nem mentem oda. Mert megmutathatok még egy pályarészt.
Ne! Aha, értem. Meg kell várni, amíg nagyon messze van, és szépen át lehet itt jönni. Jó tudni. Egy, kettő. Csak hogyan szedjem én össze azt a... Hogy hívják ott ezt az almát? Most ez ki fog jönni annyira? Ki fog jönni? Nem. Időzíteni kell engem. Felejtsük el, inkább menjünk át a túloldalra. Mint a... Ez mi volt? Ez valami volt. Entópia. Valamit összeszedtem, és talán kaptam érte életet? Nem tudom. Zavaró, hogy mennyire tanácstalan vagyok. Ezen szépen gyorsan át kell jönni. Ezen is, ezen is, ezen is. És átjövök ide. Csak hogy egy újabb pályát fedezzek fel. Na, menjetek, menj. Ez az. Hogyan fogom megkerülni azt a békát? Valószínűleg sehogy. Inkább átmegyek. Átugrom ezt is. Most disznó leszek, és nem fogok foglalkozni vele. Igen. Így csak így jöhetek át. Jaj! Jó, van, kikerüljük a béneket! Nem. Kikerüljük a béket, de a méhet nem. Szépen beleestünk a méhbe. Igen. Sikerült, és gyorsan kikerüljük azt a méhet. Ezt meg megvárjuk, amíg felénk jön. Szépen felmegyünk. Fel, és új pálya. Vagy egy régi, nem tudom. Egy régi? Ja igen, nem tudtam meglátogatni ezt a részét ennek a pályának. Igen. Csak egy kerülővel lehet ezen a bejáraton átjutni. Ugye szét van a kettő választva. És most átmegyek erre a részére. A fene. Ezt meg kellett próbálni. De aztán nem fog sikerülni. Na ez viszont már nem vicces. Ez meg végképp nem vicces. Ájjaj. Na. Egy óriási nagy elcseszéssel végződik ez a videó. Sajnálom, hogyha ez a... akkora csalódást okoztam. És most a családunk éhen fog maradni. Az az, hogy nem örül. Az egy katasztrófa. Majd egyszer megpróbálom végigvinni. Nem videón belül, vagy privátba. Na mindegy. Szerintem ezzel megmutattam ezt a játékot. Nekem nagyon tetszik ez a játék. Művészileg nagyon sok, ugye, mainstream C64 játék fölött áll. Zeneileg, technikailag, zseniális. Ezért mondom, hogy igazából talán jó is, hogy a 64-es piacilag már nem azt nem szoroz, mert tényleg vannak emberek, akik csak magának a platformnak a hírnevét akarják feljebb emelni. Vagy esetleg a saját ugye alkotókészségüknek a hírnevét. Szóval meg a tehetségüknek a hírnevét. Szóval ajánlom mindenkinek, ez a lényeg, nagyon jó játék. Like, dislike, komment oda lent, sziasztok, búcsúzom.